Rengetegszer előkerült már ez a kérdés, és nagyon sokan írtak ezzel kapcsolatban, hogy mi is a nyelveken szólás, hogy működik, én használtam-e már, vagy voltam már részem ebben, ismerem mi az, amit tudunk róla, és mivel borzasztó dolgokat látni ezzel kapcsolatban az interneten, köszönhetően különösen a karizmatikus és egyéb hitgyülekezetek tevékenységének, ahol az egész hitnek a megélése átüt egy tapasztalati síkra, mint egy élmény síkra tevődik át az egész, ahelyett, hogy az emberek azzal foglalkoznak, ami le van írva. Az, amit megtapasztalunk a hit segítségével, az annak az eredménye. Ahhoz először az embernek meg kell találnia az igazságot, abban hinni, abban járni, úgy élni, és az után lesz képes majd ezeket a dolgokat megtapasztalni. Nem lehet megfordítani a sorrendet. Azok a gyülekezetek többsége, ahol ezek történnek, az nem a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem vezetésével történik. Mivel a Szent Szellem nincs olyan helyeken, ahol törvénytelen életmódot hirdetnek. Teljesen mindegy, hogy mennyire nagyszerűnek érződik az a közeg, vagy mennyire úgy tűnik, hogy ott mindenki teljes szívéből énekel, ennek nincsen jelentősége. Aminek van, az az, hogy az, amit hirdetnek ott, az összhangba hozható-e az írásokkal, vagy sem. A Tora az alapja annak az életnek, amit nekünk folytatnunk kellene. Aki nem így él, az nem a Ruach HaKodesh vezeti. A hit természetesen az, ami által igazolunk a hit a másiák áldozatában. Ezen túl azonban a Ruach HaKodesh vezetésével nekünk a Torában kellene gyönyörködnünk. Ahol nem ez van, ott nincsen jelen a Ruach HaKodesh. Teljesen mindegy, hogy mennyire úgy tűnik, vagy mi mennyire érezzük azt az élményt igaznak. Akármennyire is fetreng a földön mindenki, vagy hablatyom mindenféle nyelveken, mint egy óvodás, teljesen mindegy, hogy mit érez az ember, gondol vagy hisz. A tény tény marad, hogy a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem mindenkit a Tora szerinti életre fog elvezetni. Aki nem így érzi, azt nem az Atyától érkező Ruach HaKodesh vezeti. Úgyhogy ebben a videóban a nyelveken szólásról lesz szó. Zana yamasuya baya lika yamosha yana liyamosa yama I worship you liyamosa yama kaya mosha yane zana maya hey yama liyamosha yama siyaba Rekaya mosa yamo, reta yamo sa yaba yamandi yababa. Reyamo nere mosa yama, rekaya mosa yama, rita yama seyebosh, rika maso yamo sa yaba, reyama so yaba, la mosa yamo sa, mosa yamo. Mosa yamo, leyama saya derebo shaya ba yama des. For you alone is God. Not even the string of poverty can withstand your majesty. Not even the string of madness can stand your majesty. Hayama derebo shaya ba ba derebo sa, kaya manderebo shata yaba. Latayamo, latayamos. Kayama yama siya badara. Kayanana mo sayaba. Layama nerebo sayaba yabaya. La la la. Keyamo sayama. Kiri,
Dolria masan, de mara kar, de kar, de kar, de kar, de kar, de kar, Liria masan, de mara kiri, de kiri, de kiri, Liria. Dolria masan, de re ki, Liria la masan, de re ki, Liria. Dolria masan, de re ki, de kiri, Liria, karika. Dolria masan, delicate. Dolia sondra chi, gloria sandre marcar de carca. Dolia ma sandre marchi, dolia chi, dolia laria ma sandra, dolia ma sandra marchi, dolia carca, carca. Dolia ma sandra marchi, dolia chi, Dolria masandra mara kar de kar de kar de kar de kar de kar de doshandra mara kir de kileria laria deldria masandra mara kar de kar de kar de kar de kar de kar deldria laria laria masandra mara kir de kir de kir de kir de kir doria masandra mara kar de kar de kar de kar deldria masandra mara kir deldria masandra mara kar de kar de kar de kar deldria laria 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 masandra mara kar de kar de kar Dolia masandra marchiri chi liria masandra marcare di care di care di care Dolia masandra manaca che liria masandra manachiri di chiri di chiri di chiri di chiri Dolia masandra manaca di care di care di care di care di care di care Dolia masandra manachiri di chiri di chiri di chiri If you were baptized as a kid and you can't remember what they said, why not be saved? Listen, does it make a difference? No question. He that believeth and is baptized shall be saved. Courtney, because of your obedience to the word of God and your faith in Jesus Christ, I now baptize you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. And everybody say, in Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. És lehetne ezt a részt elkezdeni jobban, mint a kezdetekkor. Ez pedig Bereshit 11-es fejezet, a jól ismert történet Bábel tornya. Mint az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala. És a lőn, mikor kelet felül elindultak vala Sineár földén, egy síkságot találának, és ott letelepedének. És mondának egymásnak, jertek, vessünk téglát, és égessük ki jól, és lőn nekik a tégla kőgyanánt, a szurok pedig ragasztógyanánt. És mondának, jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, szerezzünk magunknak nevet,
hogy el ne szélegyünk az egész földnek színén. Jahova pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az embernek fiai. Innen kiderül, hogy volt egy időszak, mikor az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Ez a szó nyelv, sapá, ez annyit tesz, mint ajak, vagy beszéd, szavak, nyelv, nyelvjárás, valaminek a széle, pereme, csücske, partja vagy határa. Érdekes, hogy maga a szó egy alig használatos gyökből ered, ami ugye maga ez a shin, pei és a hei, melynek jelentése valaminek a pereme, vagy valaminek az ajka, széle. A nyelv szó tulajdonképpen azonos az ajakkal, a szájjal. Ha tovább haladunk és megnézzük a beszéd szót ugyanígy, akkor látjuk, hogy a beszéd az dabar, ami szót jelent, beszédet, beszélgetést vagy mondást. Ezen kívül számos más jelentését láthatjuk itt. Általában azonban összefügg a szóval vagy a beszéddel. Egyébként kinyilatkoztatást is jelenthet, de egyéb jelentése is vannak. Beszámoló, rendelet, ügy, téma, tett, cselekedet, stb. A Cassinius lexikon ugyanezt a jelentést adja: szó, beszéd, beszélgetés, és a többi. Megnézzük a piktografikus jelentését ezeknek a szavaknak, akkor látni fogjuk azt, hogy a dabar szó, azaz a beszéd, az egy dalet, egy bet és egy res karakterből áll. A dalet az egy ajtó, az ajtót jelent magát, a bet az a házat vagy a családot, illetve a res a gondolatokat vagy a vezetőt. Úgyhogy a dabar, a beszéd, a szó, ez a kifejezés, amit itt megvizsgáltunk, aminek ezek a jelentései, ez egy ajtó a vezető házába, vagy a gondolatokhoz. Szóval egy ajtó a házba a gondolatok által, vagy a gondolatokhoz. Hiszen az, amit az ember mond, az megnyitja az ajtót a gondolataiba, abba a házba, ahol a gondolatai vannak. Hogyha megnézzük a másik kifejezést, a sapá szót, akkor azt fogjuk látni, hogy a shin, a pei, illetve a hei karakterekből áll. A shin az a két metszőfogat jelképezi, és a pusztítást jelenti, vagy valaminek a vágását, vagy a fogat. A pei az maga a száj, beszédet jelent, dicséretet, parancsolatokat, és a hei az pedig kinyilatkoztatást, magát a lelket, egy sóhajt, csodálatot, vagy ámulatot. Látni fogjuk, ha összeolvassuk, hogy a kinyilatkoztatás szava vagy beszéde, amely elpusztít. Ezt jelenti, vagy jelentheti a nyelv. Észben tartván ezt, hogyha megvizsgáljuk Jakab harmadik fejezetet, akkor láthatjuk, hogy az ötös versben így ír: ezenképpen a nyelv is kicsiny tag, és nagy dolgokkal hányja magát, íme csekély tűz, mi nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet és lángba borítja élet folyását, lángba borítatván a gehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké, a vízieké megszelidíthető, és meg is szelidítetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg, fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Láthatjuk azt, hogy a héber kifejezés, sapá, ugyanazt mondja el abban a három karakterben, amit itt leír Jakob, ami az, hogy a nyelv hatalmas problémákat tud okozni, attól függetlenül, hogy csak egy kicsiny szer. És az, amit az ember kinyilatkoztat vele, az képes elpusztítani nem csak őt, magát az embert, hanem számtalan más embert is körülöttük. Nézzük, hogy hogyan folytatódik a történet Bereshit 11-es fejezetben. Hatos vers így szól: és mondta Jahua, íme e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete, és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban.
Nos, a szájunk alá is zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. És elszéleszté őket onnan Jahu az egész földnek színére, és megszűnének építeni a várost, ezért nevezék annak nevét Bábelnek, mert ott zavará össze Jahu az egész föld nyelvét, és onnan szélezté el őket Jahu az egész földnek színére. Oké, haladjunk szépen sorban. Íme e nép egy, és az egésznek egy a nyelve. Ez a szó egy, ez echadahat, melynek jelentése egy, mint a számnév, vagy minden egyes, egy bizonyos, egyik, másik, egyenként, első, először, egyszer, egyszerre. Azaz ez jelenti magát, az egyes számnevet, vagy azt, hogy minden egyes. Ez ugyanaz a kifejezés, melyet akkor használ ugye a Semánál, mikor arról beszél, hogy Jahua, mi hatalmasságunk egy Jahua. Ugyanez a szó, mely az egyesül szóból ered a hád. Ebből ez a kiindulási pontja ennek az egy számnévnek. Tehát az egység, az egyesülés a jelentése ennek a szónak, hogyha valaki jobban meg akarja vizsgálni. Ugye ez a H259 Echadahat, és a kiindulási pont a szótő, amiből ered az H258 Echad, azaz egyesül. Így a szó jelentése egy, vagy egy egység, egy egyesülés. Ezért használja ebben az értelemben a nép egy, egy egységet alkot. A másik, az egésznek egy a nyelve, ez szintén ez a kifejezés, egy darab vagy egy egység. Ha megvizsgáljuk ezt az egyesül a hád szót, akkor látni fogjuk, hogy ez egy alef, egy hely és egy dalet, azaz a vezető vagy Yahua kinyilatkoztatása az ajtó. Ezt jelenti az egy vagy egység szó, hiszen az alef az maga a hatalom, az erő, a vezető vagy Yahua maga, a hely az pedig felemelt kézzel álló ember, ami kinyilatkoztatást, vagy csodálatot, ámulatot jelent, az ajtó pedig a dalet. Szóval vagy az a Yahua kinyilatkoztatása az ajtó, vagy pedig a vezető kinyilatkoztatása az ajtó. Ha ezt behelyettesítjük ide, akkor látni fogjuk, hogy arról beszél, hogy a nép egy, azonban egy vezetője van, aki ezt az egészet vezetés, az ő kinyilatkoztatása, ez az egység. Az egység, az emberek úgy dolgoznak, úgy mozognak, ahogyan a vezető azt meghatározza. Ez az, amit itt leír számunkra, hogy a nép egy, és az egésznek egy a nyelve. Pontosan ez a helyzet Elohim esetén is. Az atya kinyilatkoztatása határozza meg, hogy merre halad az egység, az atya és a fiú. Ugyanúgy, ahogy itt az egész nép követi a vezetőt. Ez a munkájuk kezdete, és bármit el tudnak végezni, amit kigondolnak. Természetes, hogy Yahua problémája nem az volt, hogy esetleg ők meg tudják dönteni az ő uralmát. A probléma az volt, hogy bármit, amit elgondolnak, véghez tudják vinni, és ő tudta, hogy az ember a primitív gondolkodásával mire fogja felhasználni mindazt a lehetőséget, ami abban rejlik, hogy az emberek együtt dolgozzanak, mivel egy a nyelvük. Ő nem magát féltette, ő az emberiséget próbálta megállítani abban, amit most csinálunk, hogy elpusztítjuk nem csak magunkat, hanem az egész világot. Hetes verszakban így folytatja, nosz a szájunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy megnértsék egymás beszédét. Érdekes módon a nyelv Sapá és a beszéd Sapá ugyanaz a szótőből ered, ugye ez az ajak, beszéd, szavak. Ez az, amit itt használ. Érdekesebb azonban az összezavar kifejezés, ami Bálál. Tehát a piktografikus képe ennek egy Bet, Lamed, Lamed, amiből kiderül, hogy a Bet ugye a ház, a Lamed pedig egy pásztor, vagy egy vezető, tanító. Úgyhogy a Bet Lamed Lamed, ami egy zűrzavart jelent, az annyit tesz, hogy van egy ház, és abban van több vezető, vagy több tanító, ugyanis két Lamed karakter szerepel benne, tehát a ház, melyben több vezető található. Azaz, mikor arról beszél, hogy zavarjuk össze a nyelvüket, hogy ne értsék meg egymás beszédét,
a több nyelv által több vezető keletkezett a házban, ebben az egységben, amiben egy vezető volt eddig, és ezáltal keletkezett a zűrzavar, hogy több felé húztak az emberek. Ha megnézzük azt, hogy amikor arról beszél 8-as versben, hogy elszélezté őket onnan Jahua az egész földnek színén, ez a kifejezés elszélezté, ez puz vagy puc, mely szétszór, szétszóródik, elterjed, elszéled, szétoszlik. Ez a szó jelentése. Illetve ha a másik szótárban megnézzük, akkor darabokra zúz, szétszór, szétszóródik. Piktografikus jelentése egy pej, egy wab és egy szadi, ami annyit tehet, ugye a pej maga a száj, a wab az a kampó, és a szadi az az ösvény vagy az igazság, annyit jelenthet, ugye, hogy a beszéd, mely az úthoz rögződik. A beszéd vagy a szó, mely hozzá csatlakozik az ösvényhez vagy az úthoz, de lehet úgy is értelmezni, hogy a fuvallat vagy a fújás, amely hozzácsatlakozik az úthoz, de a pejnek van egy szétszór, szétfúj értelme is, így akár azt is ki lehet hozni belőle, hogy az úton szétszórja ezeket az embereket, vagy bárkit, akivel kapcsolatban említik, szétfújja az úthoz csatlakozókat. Ezért nevezik annak a helynek a nevét Bábelnek, mert ott zavará össze Jahua a föld, az egész föld nyelvét, és onnan széleszti előket Jahua az egész földnek színére. Végezetül meg fogjuk nézni Bábel szót, mivel ez egy érdekes dolog. Bábel ugye itt azt írja, hogy Elohim kapuja, egy akkád szó, vagy pedig keveredés, héberül Bábel vagy Babilon. Most már értheti mindenki, hogy miért hívja nagy Babilonnak az országokat, az írás, miért nevezi különösen az utolsó időkben, jelen pillanatban ugye nagy Babilonnak, nem csak Amerikát, hanem átvitt értelemben az egész világot, hiszen ez a fajta keveredés, ami itt volt ekkor, hogy ugye itt a nép egy volt, azonban most több mindenféle népek együtt dolgoznak. Ez a keveredés az, ami Bábel vagy Babilonra jellemző. A keveredés ellenben azzal, amit az atya akar, hogy legyen mindenki egy, ahogyan ő és a másiák egy. Ezzel szemben Babilon mindenkit befogad, mindenkit elfogad olyannak, amilyen mindenki hozza a saját maga tanítását. Ez a különbség a kettő között. Az atya útja és a világ útja között. A piktografikus képe Bábelnek, ugye Bet Lamed, ami azt jelenti a Bet, ugye mint egy ház, vagy valami ben, és a Lamed pedig a vezető, vagy a tanítás, így azt szimbolizálja, hogy több ház, vagy több család tanítása keveredik egy helyen. Ez Bábel, a keveredés. Ez okozza a problémát ma is, hiszen mindenki hozza a saját idézőjelbetett kultúráját. Ez az, amit ez a világ tulajdonképpen erősít, vagy az embereket erre bíztatja, hogy mindenki hozza, ami vele jár. Így alakul ki a nagy Babilon. Ez a probléma, hogy mindent befogadunk, és nem egy egységes gondolatmenet van, ami az atyától származik, ami adná azt a fajta rendszert, ami elfogadható számára és számunkra is a legmegfelelőbb lenne. Ezzel ellentétes az, amit Bábel vagy Babilon szeretne. Úgyhogy ez a nyelvek eredete innen indul ki, ez a káosz szétszóródott az egész világon, mindenki ment, amerre látott. Láthatjuk azt is, hogy maga az elszélezté az, hogy a fuvallat, ami hozzá csatlakozik az úthoz, azaz mindenkit elfúj egy bizonyos úton ez a fuvallat, elterjesztvén mindenkit a saját irányába, nyelvek szerint felosztván a földet. Még egy érdekességet ezzel a történettel kapcsolatban hozzátennék, az pedig az, hogy Sinár földén található ez a síkság, ahol letelepedtek ezek az emberek, melyet később Bábelnek neveztek. Sinár jelentése ismeretlen, egy Babilon környéki ősi elnevezés, ugye egy földrajzi név, idegen eredetű,
babiloni nyelven Sumernak neveztetett, és a másik szótár sem talál jelentést ehhez a szóhoz. Azonban vizsgáljuk meg a karaktereket, ugye Shin, Nun, Ayin, Resh. A Shin ugye elpusztítani, a Nun az az élet, vagy a folytonosság, vagy a mag leszármazott, Ayin az spirituális látás, vagy kút, vagy forrás, a Resh pedig vezető, vagy gondolatok. Így Sinear jelenteti azt is, az a terület, mely elpusztítja az élet vagy a folytonosság forrásának vagy kútjának a gondolatait. Hiszen az élet vagy a folytonosság az maga az atya, és az ő gondolatai, az ő rendszere. Sinear pedig elpusztítja ezt azzal, hogy egyesíti az embereket, és egy új vezetőt adott nekik, ahogyan azt láttuk, és ebben az egységben ők dolgoztak egy másik vezetőért, vagy egy másik vezető gondolatai mentén. Ezután pedig vágjunk bele a közepébe, és nézzük meg, hogy mi az, amit Saul ír ezekről a lelki ajándékokról, és azoknak hasznáról. Ez ugye 1 Korintus 12. fejezetben kezdődik. Saul az, aki legrészletesebben leírja ezt a jelenséget, úgyhogy ezért gondoltam, hogy egyből kezdjük itt. És így kezdi. A lelki, ugye a szögletes zárójában levő szavak, azok hozzáadottak az eredeti szövegben, nincsenek benne. Nézve pedig, nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Elmagyarázza, hogy mi is az, amiről szólni fog ez az egész fejezet. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek néma báványokhoz. Azaz hiúságot szolgáltak, ugyanúgy, ahogy ma a legtöbb ember, különböző vallásokkal, beleértve a kereszténységet is. Azért tudtatokra adom nektek, hogy senki, aki Elohimnek lelke által szól, nem mondja Jahusát átkozottnak, és senki sem mondhatja Adonájnak Jahusát, hanem csak a Szentlélek a Ruach HaKodesh által. A nevekkel kapcsolatban villámgyorsan egy dolgot szeretnék mutatni. Ez a Károli verzió. Ugye azért tudtatokra adom nektek, hogy senki, aki Elohimnek ruákja vagy lelke által szól, nem mondja Jahusát átkozottnak, senki sem mondhatja Adonájnak vagy Úrnak Jahusát vagy Jézust, hanem csak a Ruach HaKodesh vagy a Szent Szellem által. Hogyha megnézzük ugyanezt a Scriptures verzióban angolul, akkor látjuk azt, hogy amiről beszél az az, hogy tudtatokra adom nektek, hogy senki, aki Elohim lelke vagy szelleme által beszél, nem tudja Jahusát átkozottnak mondani. Ez ugye maga Jahusá, Yod, Hei, Vav, Shin, Ayin, ez idézőjelben Jézus eredeti neve. És senki sem képes azt mondani, hogy Jahusá, szintén szerepel ez a karakterek, az Adonai, vagy ugye Mester itt, és Úr a magyarban, kivéve a Szent Szellem által, ugye itt set apart, nem azt írja, hogy holy, mint magyarul szent, hanem azt, hogy elválasztott ruák által. Azért akartam, hogy mindenki lássa ezt, hogy az a verzió, ami nekünk van, nem lehet azt mondani arra, hogy ez így van írva az én Bibliámban, ezért ez így van. Látjuk, egy másikban másként van írva. Akkor ki dönti el azt, hogy melyik az igaz? Mikor egyértelmű, hogy ez a verzió sokkal közelebb visz minket a valósághoz, és az igazsághoz, ahhoz, amit akkor azok az emberek, akik együtt jártak vele, értettek ebből az egészből. Ők tisztában voltak vele, hogy ez a karakter a Mássiák neve, tudták, hogy Elohim a megnevezése, mint látjuk, Isten idézve leggyakoribb héber neve. Tudták, hogy az úgynevezett szent annyit tesz, mint valaki, aki elkülönült, ezért ezeket a szavakat behelyettesítették, hogy közelebb legyen az eredeti szövegkörnyezethez. Úgyhogy azon vitatkozni, hogy ez van ideírva, ezért ez van, az egy nagyon buta hozzáállás. Hiszen más írásokban más van írva. És azt gondolni, hogy a nevük Úr volt, meg Isten, meg Jézus, az egy gyerekes hozzáállás. Ha megnézzük az angol verzióját a héber név Bibliának, látjuk, hogy Yeshua szerepel, és nem Jézus, és arról beszél, hogy Yeshua a Adonai. Ha tovább megyünk, akkor a Geneva verzió az
Iesosnak hívja, és nem az angol Jesusnak, vagy a magyar Jézusnak, hanem Iesosnak nevezi, míg az Etheridge verzió Jesunak írja a nevét, és Alohának Elohim, az Isten szót. Míg a King James verzió ugye megmarad a jól bevált Jesus, God és Holy Ghost, Lord verzióknál, amit a magyar Károli használ, az Isten Úr Jézus és Szentlélek. Szóval különböző verzióból különböző dolgokat megtudhatunk, és így közelebb kerülhetünk az igazsághoz, ami mindenkinek a célja kellene, hogy legyen. Plusz ez rávilágít egy újabb oldalára annak, amiről olvashattunk Barasít vagy 1 Mózes 11-ben, ahogyan a nyelvek összekeveredtek, és ez a káosz kialakult. Hiszen látjuk, hogy mennyi verzió, és mennyi különböző kiejtése, vagy formája ugyanannak a szónak. Ez maga, ez a káosz, amiről ott szó volt. De haladjunk tovább, és nézzük meg a 4-es verset. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. Mindazok, akik azt mondják, hogy van a zsidó, van a pogány, nekünk más törvényeink vannak, őnekik kell a tora, nekünk nem kell, mi élhetünk úgy, mint a vadállatok, azoknak a figyelmébe ajánlom a következő 4 verszakot. Szóval különböző kegyelmi ajándék, ugyanaz a lélek. Szolgálatban is különbség van, ugyanaz az Adonai. Különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Elohim, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a léleknek kijelentése. Tehát mindazok az ajándékok, amikről szó lesz, beleértve a nyelveken szólás és annak a lefordítását, haszonra adatik. Azért van, hogy valaki közelebb kerüljön Elohimhez. Vagy az, aki beszél, vagy az, aki hallgatja, ideális esetben azonban mind a kettő. 8-as. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által. Bölcsességben nem fogunk belemenni, ez egy véget nem érő tanulmány lenne, annyit csak, hogy példabeszédek 8-as fejezet csak és kizárólag a bölcsességgel foglalkozik, akit érdekel. Misli példabeszédek 8-as fejezet leírja, hogy mi a bölcsesség. A bölcsesség természetesen Elohimtől jön, és ez az ő szava. Úgyhogy ez az egyik. A másiknak pedig a tudománynak beszéde ugyanazon lélek szerint. A tudomány az ő szavának értése. A bölcsesség és a tudomány kéz a kézben jár. Azonban van, aki bölcsességet beszél, valaki tudományt, ideális esetben mindenből kap az ember egy kicsit. Ezért mondja azt, hogy a tudománynak beszéde, a lélek beszéde, ez mi ugyanazon a lélek szerint kapja meg az ember. 9-es. Egynek hit, ugyanazon lélek által, még mindig ugyanaz a lélek az, aki adja az ajándékot. Mindenkinek ugyanaz, nincs két különböző nép, vagy különböző feltételrendszer. Egy és ugyanaz a lélek. Másnak gyógyítás ajándékai, azon egy lélek által, némelyeknek csodatevő erőknek munkái, némelyeknek meg profétálás, némelyeknek pedig lelkeknek megítélése. Azaz különböző formában jelenik meg a lélek vagy a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem ajándéka az ember életében. Mindjárt összefoglaljuk. A másiknak a nyelvek nemei, azaz a nyelveken szólás, a másiknak pedig a nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanaz a Ruach cselekszi, osztogatván mindenkinek külön-külön, amint akarja. Azaz ez a 9 ajándék, amely a lélektől jön, egy és ugyanazon lélektől jön, osztogatja úgy az embernek, ahogy szüksége van az embernek arra, ahhoz, hogy ez mindenkinek a hasznára váljon, ahogy azt elmondta a 7-es versben. Hogyha ez nem válik a hasznára valakinek, akkor nincs értelme magának az ajándék, és nem a ruháktól jön. Mikor azt mondja, hogy hasznára adatik, visszautal oda, amikor azt mondta Mássiák, hogy ez a jó hír terjedjen a világon mindenfelé. Ez a haszna ennek a beszédnek. Csak meggyógyítani valakit, vagy csak beszélni nyelveken, vagy lefordítani azt, vagy profétálni, nincs értelme csak akkor, ha közelebb kerül valaki azáltal az úthoz. Ez a haszna, hiszen a Ruach HaKodesh ezért jött, hogy megmutassa az igazságot nekünk, és közelebb vezessen az atyához. Ez az, amiről beszél. Egy lélek, több különböző ajándék. Nyelvek nemei,
nyelvek magyarázás. A nyelvek kifejezés glossa, amit már megvizsgáltunk korábban, nyelv, mint szerv, valamint beszéd, vagy nyelv, amit beszél valaki, amit beszélnek. A nemei kifejezés pedig genos, születés, eredet, származás, család, nemzetség, gyermek, utód, leszármazott, fajta, vagy nem. A létezés jelentő gen tőből, melyből a gén kifejezést kapjuk, és mindent, ami ezzel kapcsolatos. Azaz az eredetét a nyelveknek, a beszédnek különböző fajtáit, ez az, amiről itt szó van. Nyelveket, különböző fajta nyelveket ad neki, amit valaki beszél. Másra pedig a nyelvek, ugyanúgy glossa, kifejezés, beszélt nyelv, ezen nyelveknek a magyarázása, hermeneia, mely kifejtés vagy magyarázatot jelent, azaz fordítást. Ha valamilyen nyelvet képes lefordítani, így tolmácsol két különböző embercsoport között, azért, hogy közelebb kerüljön mindenki az atyához, a jó hírhez, a Ruach HaKodesh által. Ugyanezt csinálja a nyelvek nemei, szintén beszél különböző nyelveken, hogy megértesse magát egy másik embercsoporta, azért, hogy mindenkinek hasznára legyen, hogy közelebb kerüljenek az emberek az atyához. Ez az, amiről itt beszél. A példából később ki fog derülni, hogy az esetek 99%-a erre korlátozódik. Valamilyen közvetítés, információ csere zajlik két csoport között, annak érdekében, hogy közelebb kerüljenek az úthoz. Én nem azt mondom, hogy nincsen emberek által nem beszélt nyelven szólás, azt mondom, hogy az egy külön eset, és az más az értelme annak, is más a haszna, mikor az előfordul. Azonban a legritkább esetben látunk arra példát. 11-esben azt mondja, hogy egy lélek cselekszi mindenkinek külön-külön, amit akarja. Leírja ezután viszonylag hosszan egy példán keresztül, hogy mi az értelme ennek. Attól függetlenül, hogy elmondta már, hogy mindenkinek hasznára legyen, közelebb kerüljünk hozzá, és a jó hír terjedjen, le fogja írni itt a test példáján keresztül. Úgy, hogy mint ahogy az emberek egy testé válnak, illetve ennek az egy testnek különböző tagjai. Az, aki azt mondja, hogy egy szabály ide, egy szabály a zsidónak, a görögnek, annak a 13-as vers elegendő kell, hogy legyen, mert hiszen egy ruach, vagy szellem által mi mindnyáján egy testé kereszteltetünk meg, akár jahudim, akár görögök, vagy javanén, akár szolgák, akár szabadok, mindnyáján egy ruachra itattattunk meg. Azaz egy ruach van, egy bemerítés, egy rendszer, ami egy testet alkot. Ezt a célt szolgálják ezek az ajándékok, hiszen ez a versszak, illetve ez a fejezet az ajándékokról szól. Ezt fejti ki itt, hogy mi az értelme ennek az ajándéknak. A lényeg az, hogy egy testé legyen az egész csoport, az egész eklészia, azaz az egész kiválasztottak gyülekezete. És ezt írja a láb, a szem, a fül, az egész testen keresztül, hogy minden ugyanolyan fontos az emberi testben. Hiszen az ember érti ezt a példát. Azt is érti, hogy a legerőtlenebb tagjai is szükségesek. Nincsen olyan, amelyiket elvesztvén az ember még mindig egynek érezni magát, vagy ugyanolyan jól érezni magát, mint amikor teljes. Gondolhat az ember bármelyik testrészére, a kis ujjára, a fülére, a kis lábujjára, mindegyiknek megérezni a hiányát. És ez az, amiről beszél. A lényege az az ajándékoknak, hogy egybeforrassza a testet, és közelebb kerüljenek az emberek egymáshoz, és egy egységként tudjanak működni. Úgy, ahogyan Barasi 11-es fejezetben azok a népek egy egységként működtek, akiket szétszórt, mielőtt szétszórta. Ugyanúgy az egység, amikor az emberek egy vezető alatt dolgoznak, ez az, amiről itt beszél, az egy test, egy egység, Elohim, vagyis az Atya irányítása alatt, Yahusha HaMashiach közvetítésével. 27-es vers, ti pedig a Mashiach teste vagytok, és tagjai rész szerint.
ezzel foglalja össze. 28-as így folytatja. És pedig némelyeket rendelt Elohim a eklésiában, vagy a gyülekezetben, eklésia a kifejezés, gyűlés, népgyűlés, egyház, gyülekezet, szó szerint a kihívottak közössége. Azaz, semmiféle fogalmuk nem volt akkor az embereknek arról, hogy anyaszent egyház, vagy egyház. Egyház nem létezett ez a kifejezés. Ami bennük élt ezzel kapcsolatban, az egy eklészia volt, egy gyülekezet, egy gyűlés, azoknak a gyűlése vagy közössége, akik kihívott Elohim. Akik kikerültek Babilonból, a báványimádásból, a különböző vallásokból, akiket egybegyűjtött azért, hogy részei legyenek ennek a testnek. Úgyhogy az egyház szó soha nem azt jelenti, amit mi ma egyháznak gondolunk. Katolikus egyház, protestáns, református, semmi köze nem volt ehhez. Kihívott emberek közösségére gondolt, mikor erről beszélt. Szóval valakit apostolul rendelt, apostol Salak, aki küldöttet jelent, másodszor profétákul, nabi, proféta, harmadszor tanítókul, aztán csodatevő erőket, aztán gyógyítások ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemei. Ezeket adta annak érdekében, hogy egy test alakuljon ki. Mindennek az az értelme, hogy az emberek egységét elősegítse. Ezek azok, akik együtt dolgoznak a másiák testében, és azért, hogy ez az egység fennmaradjon. Nézzük meg a nyelvek nemeit. Ez ugye glossa genos, amit az előbb megvizsgáltunk. Ha megnézzük a többi fordítást, mondjuk ez a scriptures verzió, kinds of tongues, különböző fajta nyelveket jelent. A káldi a nyelveken való szólás tudományát írja, a katolikus különféle nyelvadományt, arany nyelveknek különböző nemeit. A Geneva Diversity of Tongues, azaz különféle nyelvek. A Kinds of Tongues szintén ez ugye az Etheridge verzió, különböző nyelvek. Ezután az amerikai Standard verzió, különböző fajta nyelvek. King James, különböző nyelvek. Olyan nyelvekre utal, melyet valaki beszél. Értelmes nyelvek, melyek két embercsoport vagy több embercsoport között információ áramlás segítenek. Ez az, amiről itt beszél. A kérdés az, 29, avagy mindnyájan apostolok-e, proféták-e, tanítók-e, csodatevők-e, mindnyájunknak van gyógyításra való ajándéka, és utána felteszi a kérdés, hogy mindnyájan szólnak-e nyelveken, vagy mindnyájan magyaráznak-e? Természetesen nem, hiszen mindenkinek úgy adja a Ruach HaKodesh, amint akarja. Ő az, aki által az atya eldönti, hogy kinek mire van szüksége. Így fejezi be Saul a 31-es versben. Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra, ezen felül még egy kivált képpen való utat mutatok nektek. Azaz mindenkinek igyekeznie kell arra az ajándékra, mely az adott szituációban az ő életében a leghasznosabb azért, hogy embereket megnyerjen az útra, illetve hogy egybe tartsa a másiák testét egy egységként funkcionálni. 1 Korintus 13. fejezetben összefoglalja, hogy mi is ennek az egésznek az értelme, és hova kellene, hogy ez vezessen mindenkit. Így kezdi az 1-es versben. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. Ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, minden tudományt ismerek is. És ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. Ha vagyonomat mind felétetem is, és a testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Elmagyarázza az embereknek, hogy mindez oda kellene, hogy vezessen, hogy az ember szereti fel a barátját úgy, mint önmagát. Ugye ezt olvashattuk Vaikra 3 Mózes 19-18-ban, aztán ugyanitt a
4-es versben leírja, hogy a jövevényt is úgy szeresd, aztán pedig Debarim 5 Mózes 10-18-19-ben szintén azt írja, hogy szeresd a jövevényt, mint te magadat. A szeretet nem egy újdonság, 5 Mózes 6-4-6 leírja, hogy szeresd Jahuvát, a te hatalmasságodat teljes szívedből, teljes erődből, teljes lelkedből, tehát mindig is ez volt. Ezt próbálja megmagyarázni nekik egy másik szemszögből. Ugyanúgy, ahogy a többi apostolok, vagy esetleg a Kim próbálta, vagy a tanítványok, a Talmudim, vagy pedig maga a Mássiák próbálta megmutatni, hogy a Tora hogyan is működik az ember életében. A szeretet az, ami egybefűzi ezt az egészet. A szeretet egyébként a görög szó agape, mely annyit tesz, szeretet, szeretett vendégség, fogalmam sincs, hogy az mi. De a G25-ből ered, és nem tudom, hogy meg fogom-e találni. G25, agapao, szeretet, barátságosan fogadni valakit, szívesen látni, kedvelni, nagyra tartani, megelégedni valamivel. Ezt jelenti maga a szeretet a görög szó. Két különböző nyelvet különböztet meg Saul. Az embereknek a nyelvét, anthropos, melyből az antropológia kifejezés származik, ember, valaki, személy, férfi vagy férj. A másik pedig az angyaloknak a nyelve, agelos, hírnök, követ, angyal, Elohim vagy Satán küldöttje. Az etimológiai szerint az angello szóból, a hírvivőből ered. Ugyanúgy, ahogy a malák, a Tanákban angyal hírvivőt jelent. A mi képünk az angyalról sajnos teljesen más a programozásnak köszönhetően. Azonban ebben az időben az angyal egy egyszerű hírvivőt jelentett Elohim és az emberek között, vagy pedig Satán és az emberek között. Látjuk, hogy két különböző nyelv az, amin az ember szólhat. De a szeretet az, ami a legfontosabb lenne az ember életében. Remélem hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, Shalom és Hallelujah!